Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség, az MNKS főtitkára kezdi csokrom. Szép jó reggelt kívánok! Mennyire jött be az árfigyelő rendszer? Az árfigyelő rendszer ugye lassan egy hónapja működik, és úgy gondoljuk, azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy beváltotta hozzáfűzött reményeket. Nagyon segíti az eligazodást a vásárlók számára is, illetve a kereskedők egymás közötti árvizsgálatának is nagy komoly támpontja lett. Mit várnak a kötelező akciózástól, és mit jelent tulajdonképpen ez? Ugye augusztus 1-től sok minden változik, egyrészt a hatóságjárás termékek, akciós termékek kialakulnak át, csatlakoznak azokhoz a termékekhez, amelyek ugye június 1-e óta heti rendszerességgel kötelező akciót hirdetni náluk. Annyi változás van még, hogy eddig június 1-e óta 10%-os árengedménnyel kellett értékesíteni a kötelező akciózott termékeket, ugye ezt a 20 termék. Ez augusztus 1-től 15%-ra változik, és ez a 15% még egy új szabályban is megjelenik, méghozzá a hatóságjáros termékeknél. Ugye egy 9 termékkör volt, ha a fogyasztók is pontosan, vásárlók is pontosan tudják. Ebből a 9 termék kategóriából, termékkörből, kettőt majd ki kell választani a kereskedőnek holnaptól, tehát ugye augusztus 1-től, és azt a kettő terméket 15%-kal a beszerzési ára alatt köteles lesz értékesíteni, illetve 7 terméket pedig a beszerzési árán. Tehát nem lesz alkalmazható ezen termékek esetében semmiféle kereskedelmi árrés. Akkor most meg kell, hogy szakítsam, ha bár éppen levegőt vett. Mennyire veszélyezteti ez az üzleteket? És az előbb, mintha azt mondta volna, hogy a beszerzési ár alatt, de egy kis üzlet miből dotálja ezt a beszerzési ár alatt? Tehát hogy lehet valamit olcsóbban eladni, mint amennyire megvettem? Ugye eddig is így volt, hogy olcsóbban kellett értékesítenünk most már 18 hónapja ezeket a hatóságjáros termékeket, viszont augusztus 1-től a kisboltok már nem lesznek kötelezettek. Tehát az 1 milliárd forint árbevétel alatti vállalkozások számára ez nem lesz kötelező, úgyhogy igazából a nagy hálózatok, akiknek az a termékkör, a 9 termék eddig is veszteségesen került értékesítésre, a veszteség mértéke azonban most kisebb lett, kisebb lesz a következő 2 hónapban, és bízunk abban, hogy tényleg ezzel a 2 hónappal most már végére járunk ennek a veszteséges értékesítésnek. Hál' Istennek a kis alapterületű és a kis forgalmú árbevételű vállalkozások ebből már kimaradnak, úgyhogy ők már levegőhöz jutnak. A kormány ugyanakkor adott egy bónuszt is. A kérdés az, hogy a kisboltok hogy tudnak ebben részt venni. Augusztus 1-től a szép kártyával élelmiszert is lehet vásárolni. Vajon a kisüzletek erre föl vannak technikailag készülve? Igen, ez már ugye Covid alatt is volt egy ilyen lehetőség, hogy akkor még a szép kártya zsebe különböző átjárhatóságát is egyszerűsítette a kormány, tehát Covid alatt is lehetett az élelmiszerboltokban élelmiszerre költeni a szép kártyán lévő összegeket. Ugye ez augusztus 1-ével ismét lehetőségünk van rá. Ebben a kisboltok is részt tudnak venni. Igen, ez egy nagyon egyszerű technikai beállítás a szolgáltató részéről, aki ugye ezeket a terminálokat telepíti. Mi biztattuk is a kereskedőket arra, amikor ez a hír napvilágot látott, hogy vegyék fel a kapcsolatot a szolgáltatóval, és ezt az aktualizálását tegyék meg, hogy a szép kártya levásárlások a kisboltokban is lehetőleg megtörténhessenek. Ön elfogadja azt, hogy ezektől, például ettől a plusz bónusztól megnő az üzletek forgalma? Hisz nem csak infláció sújt minket, hanem hogyha kicsi a forgalom, akkor az újabb veszteség. Ez egy nagyon komoly lehetőség, és azt gondoljuk, hogy igen, ez a sok milliárd forint, ami a szép kártyákon van, ennek egy jelentős része a kiskereskedelembe csapódhat majd le, ott költik majd el a vásárlók, hogy ez a kisboltokban mekkora forgalomnövekedést eredményez, ez most azért még nem tervezhető, satszolható korrekt módon üzletileg, úgy gondoljuk, de utólag ezeket majd lehet elemezni, ezeknek a statisztikáira mindenki nagyon kíváncsi. Nyilván a vendéglátás látja majd ennek jobban kárát, hogy amit nem ott költenek el, hanem az élelmiszerre. A vásárlók, de ugye
ugye ebben az inflációs időszakban nagyon nagy segítsége az a háztartásoknak, hogy nem kötelezettek ezt üdülőhelyen vagy vendéglátóegységben elkölteni, hanem a háztartásoknak igenis ez egy komoly lehetőség, hogy arra a mindennapi betevő falatra, amire igenis minden családnak szüksége van, arra ez egy könnyítő megoldás a szépkártya tekintetében. Tehát akkor tulajdonképpen a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség, ami egy önálló entitás, akkor most meg van elégedve a kormány működésével. Igen, ezek komoly segítségek voltak, főleg az, hogy a kisboltok kimaradtak augusztus 1-től az akcióból a szépkártyával is. Természetesen van teendőnk, vannak olyan problémák, amikre most reméljük, hogy a kormány ismét nyitottabb lesz egyéb területekről, de azért ez az árstopp kérdés, ez ugye 18 hónapja nyomta a lelkünket. Nagyon-nagyon komoly veszteségek voltak kis és nagyboltokban egyaránt, mindenkinek hogy az árbevételéhez mérten. Ez már mögöttünk van, és bízunk abban, hogy az infláció változása, az ütemének a lassulása lehetőséget arra, ad arra, hogy más irányú kommunikáció is lehessen majd a szövetségek és a kormány között. Ön, mint a szövetség főtitkára, mit gondol, ezek a hálózatok még mindig alternatívák, munkahelyet adnak a leköszönő tanároknak? Mert ugye a sláger úgy szól, hogy inkább elmegyek a szövetség, tehát akármelyik hálózathoz pénztárosnak, mint hogy pedagógus legyek. Ez mindenkinek rá van bízva a saját életére, gondolati világára. A kereskedelem nyitott minden új dolgozóra. Ugye több mint 355 ezer dolgozó van a kereskedelemben éves szinten, a legnagyobb foglalkoztató szinte a kiskereskedelem, ugye mi a második pozíciót szoktuk elfoglalni. Vannak olyan időszakok az ember életében, amikor igen, érdemes és jó váltani. A kereskedelem egy nagyon interaktív helyszín az életben, és lehetséges, hogy ez a tanároknak is egy átmeneti időszakban jó megoldást biztosíthat. Nyitottak vagyunk minden új kollégára, de azt sem szeretnénk, hogy azért a gyerekeink ennek rovására kisebb, vagy kisebb színvonalú oktatásban részesüljenek. Igen, vannak változások, ez eddig is jelen volt a pályán, verseny van, a bérekért is verseny van, a megélhetésért is verseny van, mindenki ott fog dolgozni, ahol a jobb megélhetésre biztosított. A kereskedelem ebben tett előrelépéseket az elmúlt időszakban. Valamikor az antik időben a kereskedelemben való munkavállalónak azért iskolai végzettsége is kellett, hogy legyen szakirányú, akár egy közért eladónak, vagy egy cipőbolt eladónak, vagy egy konfekció eladónak. Hol tartunk ezzel napjainkban? Napjainkban nem kötelező ma az élelmiszerbolti és a műszaki boltcikk eladónak sem eladástan vagy kereskedelmi szakképesítés. Ugye ebben a szövetség nagyon komoly lépéseket tett már az elmúlt időszakban. Kifejezetten én is ezzel foglalkozom, hogy az az eladástan, az a régi szakmai ismeret, ami alapján a mindennapi kereskedők jól tudták a piacaikat érvényesíteni, értékesíteni a portékáikat. Ennek tényleg már régmúltja van. Mi bízunk abban, hogy a színvonalas kereskedelem és a személyes kapcsolatokon alapuló napi fogyasztási cikkereskedelem erőre kap, minőséget fog biztosítani a vásárlóknak, és az a napi kapcsolat, napi vásárló és eladó kapcsolat, ami volt is mindig, az megmaradhat, és ebben szakmailag igyekszünk segíteni. Mennyire van megelégedve a nemzetközi hálózatok magyarországi jelenlétével? Nagyon komoly, erős versenytársak a multinacionális vállalatok, nagyon sokat tanultunk tőlük az elmúlt 20 pár évben. Természetesen ők sokkal nagyobb erővel tudnak dominanciát szerezni az egyes piacokon, ezt világszerte látjuk. Magyarországon is ez a helyzet. Ugye Magyarországon a hazai kereskedők részaránya már 35% körül van csak a napi fogyasztási cikk területén, de a szakmából azt mondják, hogy sok környező országban a hazai kereskedők, a lokális kereskedőknek az aránya az még kisebb, mi bízunk abban, hogy ezt megtartjuk, mint Magyar Kereskedelmi Szövetség, minden erővel azon vagyunk, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hazai, a lokális láncoknak a megmaradása, az mindenkinek nagyon fontos az egész nemzetgazdaságnak, annak ellenére is, hogy a multik sokkal csábítóbb és attraktívabb dolgokkal rukkolnak elő, de úgy gondoljuk, hogy ez az időszak kifejezetten rávilágít arra, hogy nem mindegy, hogy valaki elmondja magáról, hogy én vagyok a legolcsóbb, aztán amikor a sorok között
között a vásárló ezt pontosabban megvizsgálja, most ennek az időszaka van, akkor látja azt, hogy nem mindig az a legolcsóbb, aki magáról ezt hirdeti. Illetve akinek van pénze hirdetni magáról ezt. Utolsó kérdésem máról, ugye arról is beszéltünk, hogy a hazai jelenlévők, Ausztriában napjainkban is nagyon bevett dolog, ami nálunk a szocializmus éveiben volt, a kiváló árok, illetve a hazai termékek fóruma. Ausztriában szinte minden termékre rá van írva, hogy Made in Austria. Nem Made in Európa, nem Made in Austria. Nálunk egyáltalán van mindennek hazai pandantja is? Tehát minden terméknek a... Volt a kiváló áruk fóruma Magyarországon, ez a jelzés, ez egy nagyon komoly minőségi útmutató és iránymutatás volt a vásárlók számára. Ezzel sokat foglalkoztunk szakmailag. Én hiszek abban, hogy a magyar jó minőségi termékeknek a piaca egyrészt megmarad, másrészt pedig leszünk annyira jó magyarok, hogy képesek leszünk majd a magyart előtérbe helyezni a nemzetközi termékek vonatkozásában, viszont addig, amíg ilyen nagyon komoly inflációs környezet van, a termékek árai nagyon magasak, addig nehéz azt eldönteni, hogy a vásárló inkább a magyar felé húzzon. A Covid ideje alatt igen, volt egy nagyon jelentős megerősödése a magyar termékeknek, bízunk abban, hogy ez a jövőben is így lesz. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és mielőbb visszavárjuk, hogyha valami esemény történik, akkor első között számolhassunk be. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában Nagybauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség, MNKS, rövidített nevén főtitkára segített nekünk megérteni azt, hogy hogyan, hol és mit vásároljunk. Szabad a piac, de mindig nézzük meg azt is, hogy hol a legolcsóbb, persze nem a minőség rovására. Köszönöm, hogy velünk volt. A pontos idő 8 óra, most egy általam vélt objektív híradó érkezik. Ha valakinek építő jellegű véleménye van, ragadjon tasztatúrát vagy telefonáljon. A játékszabályok változatlanok, telefonálni este 9-ig, nem utána, mert én is szeretnék aludni. Levelet is lehet írni, és mielőtt tasztatúrát ragadnak, vagy elkezdik tárcsázni a számunkat, előtte még egyszer nézzék meg, és lehet, hogy a válasz már a kérdésben benne van. Tehát híradó, a híradó után jövünk vissza. Vendégünk lesz a híradó után Róna Péter, Gyarmati István, és természetesen a kora délutáni órákban a Kipa sorozatunk is jelentkezik, majd az esti híradók után a Világ zsidó szemmel műsorunkkal várjuk. A 9 órás híradó után kapcsoljuk a magyar parlamentet, ami rendkívüli ülésre gyűlik össze 1 órakor, azt hiszem, tehát nem 9 után kapcsoljuk. A kérdés csak az, hogy 60 percig fog tartani, vagy minden képviselő megérkezik, de ez majd kiderül. Jön a híradó.